Na hát volt egy női magyar választójogi mozgalom, hát, Gárdos Marika, igen, meg Bédi Sémer Rózsa. Nem tudjuk, hogy hány nőt érdekelt ez akkoriban. Tehát, hogy nagy... Egyik legfontosabb belpolitikai téma volt. Többször szó volt a parlamentben róla. Voltak tömegtüntetések. Erre szokták mondani, hogy nem kellett a huszárruhammal oszlatni a hölgyeket az ilyen tüntetéseken. Az egész ebből a ki az elnyomott kérdésből jön, ami a művészet vagy kultúrpolitika szempontjából önmagában érdekes. Tehát amikor a cikket írja, akkor körülbelül 8-9 éve az összes magyar kulturális intézményrendszert a jobboldal birtokolja, a kulturális forrásokat, az NK forrásokat a magyar jobboldal osztja, a jobboldal nevezi ki az intézményvezetőket. Véleményem szerint, amikor azt írja, hogy hiba volt Kis Tibor Noénak a könyveit kiküldeni nemzetközi könyvfesztiválokra úgy, hogy ezeket nem olvasta, ez véleményem szerint nem a megalapozott véleményalkotás, ha ennyit megenged. Azért azt nagyon súlyosan problémásnak látom, hogy egy erdélyi magyar ember mondja el azt, hogy milyen jó volt Romániában az, hogy az oltás ellenes, illetve lezárás ellenes hangoknak milyen tágtere volt, annak abban a Romániában, ahol egyértelműen, és itt valahogy nem jön elő az összeesküvés elmélet, ahol egyértelműen a szolgálatok szervezték a pártot, az AUR nevű pártot, ami ezeket tolta, akik amúgy radikálisan magyar ellenesek. Ez is összeesküvés elmélet, ez nem összeesküvés elmélet. Van Magyarországon története annak, hogy a szabadkőműves összeesküvéssel leplezzék le azt, hogy emberek valójában a zsidó összeesküvésről beszélnek. Még egyszer? Tehát, hogy a szabadkőműves egy ilyen pótléka annak, hogy valakik antiszemita összeesküvéseket mondjanak. Azért volt ennek már Magyarországon története. Ez szerintem egy kicsit erőltetett. Erőltetettnek érzi. Tehát magyarul ön szerint a kettőnek nincs egymáshoz köze. Hát a minden között lehet kapcsolatot találni, tehát igen, hogy azt, hogy a szabadkőművesek vonatkozásában egy bizonyos korszakban több volt benne a zsidó, mint a keresztény, ugye ők maguk különböztették meg, ők maguk vezették, az egy tényszerű dolog és egy tényszerű állítás. De azt, hogy egyáltalán ők ki tudták fejteni azt a fajta véleményem szerint romboló tevékenységet, azért én nem őket hibáztatom, tehát hogy én elsősorban például a szintiszta magyar és keresztény Tisza Kálmánt teszem első számú felelőssé. Tehát, hogy Károlyi Mihály és más destruktív elemek soha nem jutottak volna el a céljaikhoz, amennyiben a Tisza Kálmán féle döntően az ő időszakához kötődő ultraliberális világ nem teszi számukra lehetővé. Tehát, hogy az akkori főnemesi réte cinkossága nélkül, akik egyáltalán nem zsidók voltak, hanem a történelmi magyar világhoz tartozó családok, tehát hogy elsősorban miattuk és az ő tevékenységük miatt következett be az a kataklizma. Tehát nem Kumbélát meg egyebeket kell, ha már zsidóknál tartunk, vagy Rákosi Mátyás, igaz Rákosi Mátyás később jött be a történelmi színpadára, tehát hogy én nem őket tartom a legnagyobb árulóknak a magyar történelemben, hanem azokat a színmagyar főnemesi családokat, akik nem tettek meg mindent ennek az országnak a megvédése érdekében. Tehát az, hogy például Ferenc pápa szabadkőműves volt, ez a fejtegetésének a leíratát is részletesen elolvastam, bizonyítottnak nem látom ezt az állítását. Jó estét kívánok! Én azzal szeretném kezdeni, hogy az utóbbi időszakban végigolvastam a Kinek a kulturális diktatúrája című cikksorozatot az azóta megboldogult magyar időkből, és szerintem olyan dolgokat vett föl, amelyekről érdemes mélyében beszélni. És először is az lenne a kérdésem ezekkel kapcsolatban, ahogy olvastam, hogy nagyon sokat lehet ott arról olvasni, hogy miket talál ön rossznak, vagy miket nem szeretne a magyar kultúrpolitikába, de nem igazán lehet azt felfedezni benne, hogy mit szeretne. Először is mielőtt belevágnánk akkor a közepébe,
ha már ez a cikksorozat került előtérbe, amit, ha jól emlékszem, 5-6 éve kezdődött, és érdekes, hogy még mindmáig napirenden van nagyon sok szempontból. Egy valamit azért el szeretnék mondani. Az utóbbi időben nagyon sokszor belefutottam, vagy olyan helyzet alakult ki, amit én nem is nagyon értek magyar médiában. Tehát, hogy én most itt, ahogy mi beszélgetünk, én önmagam nevében beszélek. Ezt a nagyobb nyilvánosságnak mondom, mert ugye valamennyire közismert, hogy Dúró Dóra az országgyűlés alelnökének, mi az Ánkos alelnökének vagyok a főtanácsadója, és bármit mondtam az utóbbi időben, állandóan megjelent az a fajta narratíva, mintha itt a mi az Ánk nevébe beszélnék, mintha mi az Ánk vonatkozásában mondanék bármit, tehát hogy én nagykorú, cselekvőképes állampolgár vagyok, jó kis kötelezettségekkel, ahogy szokták mondani, tehát a magam akármit is mondok, azt a magam nevében mondom. Jó, ez ebben a csatornában már több alkalmam volt, vagy ezen a csatornán láthatják, hogy Dúró Dórával vitatkozok, sokat vitatkozok vele, tehát ha vele szeretnék ugye vitatkozni... Ugye a nagy nyilvánosságnak mondtam, mert jó, akik megnézik, tehát ne az jön, hogy a Mondineren lejön, hogy a mi az Ánkosok, milyen hülyék, meg egyebek, tehát én a magam nevében nyilatkozom. Nem vagyok semmilyen pártnak a tagja, és én egy autonóm embernek tartom magam, tehát hogy a saját magam véleményét képviselem mindig. Ez az eleje ennek az egésznek. Ebben a cikksorozatban, amit említett, itt én nem is tettem kísérletet arra, hogy javaslatokat, meg egyebeket tegyek. Ez egy elemzés, ez egy kortünet volt, ha úgy tetszik, akkor abban az időben. Ugye elindult, most pontosan nem emlékszem, nem készültem ennek a hátterével, hogy honnan indult el, valami Népszava írás jelenhetett meg 2018 környékén, és amelyben az akkori... Én már ezt a szót sem szeretem, de mivel az akkori időszakról beszélünk, tehát a balliberális világ néhány prominens képviselője, akik a kultúrában jelen voltak, ők mondták, hogy akkor mennyire el vannak nyomva. És akkor ez bátorított engem arra, mint aki valamennyire ismerte akkor is a magyar kulturális viszonyokat, a finanszírozástól kezdve az igazgatáson át, valamilyen szinten átláttam ezeket, és akkor gondoltam, hogy nekiállok és feltárom annak a hátterét, hogy valójában azok az emberek és azok a személyek, akik elnyomottságról panaszkodnak, azok mennyire vannak elnyomva. És lényeg különböző tematikákra felépítve, adatok özönén mutattam be egy másfajta képet, amire én megjegyzem, így utólag is nem is értem, hogy miért keltett ilyenfajta turbulenciát, mint ami akkor kialakult, főleg a személyemmel kapcsolatban egy eléggé kemény, karaktergyilkos irány indult meg velem, vagy a személyemmel kapcsolatban. Ugye nem egyszer előfordult kedvenc akkori témám, vagy kedvenc tévém az ATV akkoriban volt, hogy 5 este valamilyen szinte én voltam a fő téma, mint elmebeteg idióta, nem normális, stb. Stb. De soha senki engem nem kérdezett meg, hogy mi a célom ezzel, mi a lényeg ennek, az összefüggés rendszernek. Természetesen nem száraz tényeket akartam volna egymás alá, egymás mögé tenni, tehát volt az egésznek egyfajta dramaturgiája, volt, ezek véleménycikkek, vélemény írások voltak, tehát hogy egy tényfeltárás a véleményírás között jelent meg. Tehát én egyfajta elemző szándékkal, tehát nem is szerettem volna megmondani, hogy akkor mi legyen és hogy legyen. Egyébként Prőle Gergellyel volt egy vitánk, abban már kicsit kimentünk ebből a sorozatból, és akkor köztünk kialakult egy polémia, nem tudom, 3 vagy 4 összeütközés volt a cikksorozatban említettekkel, és én ott akkor tettem egyfajta javaslatot is, de hát én akkor sem voltam senki a magyar kulturális arra igazgatás vonatkozásában, most sem vagyok semmilyen befolyásos, meg egyéb eszközökkel nem rendelkezem, tehát hogy ebben semmi nem változott. Tehát hogy nem is hiszem, hogy nekem kellene olyan értelemben javaslatokat tennem bármire, de azért tehetek, tehát a véleményem az van, hogyha valaki kíváncsi. Természetesen, és azért vagyunk itt, ugye. Az egész ebből a ki az elnyomott kérdésből jön, ami a művészet vagy kultúrpolitika szempontjából önmagában érdekes. Tehát amikor a cikket írja, akkor körülbelül 8-9 éve
az összes magyar kulturális intézményrendszert a jobboldal birtokolja, a kulturális forrásokat, az NK forrásokat a magyar jobboldal osztja, a jobboldal nevezi ki az intézményvezetőket, csinál kurzusfilmeket. Tehát azt állítani, hogy mivel a globális fősodornak van egy alapvetően progresszív, balliberális többsége, ebből adódóan Magyarországon valójában a kulturális, ugye kinek a kulturális diktatújára a válasz az, hogy a tiétek valójában, az a cikknek az egymondatos összefoglaló válasza. Véleményem szerint ellehetetleníti azt, hogy a művészeti alkotásokról önmagába beszéljek, és csak hogy kitérjek erre, hogy ez mit jelent. Tehát nem tudom, hogy például Szőcs Géza verseire, vagy Szőcs Gézáról, mint költőről mi a véleménye. Szőcs Gézával én személyesen jóban voltam. Tehát, hogy mi többször találkoztunk, én megtaláltam vele a közös hangot. Nem jártunk, tehát nem őriztünk együtt libát, meg nem jártunk folyamatosan egy társaságba, de én még egyszer mondom, tehát rengetegszer találkoztam vele. Minden idők egyik legműveltebb emberének tartom, ebben nincs kétség. Önmagában az ő művészeti és egyéb megítélése tekintetében azt az irányt, amit ő képviselt, az hozzám annyira nem állt közel, tehát én sok könyvét nem olvastam, de ettől függetlenül becsültem az ő munkásságát, illetve költészetét, hiszen költőként is kiemelkedő jelentőségű. Ugye nekem, ha ezt az irányvonalat kell nézni, nekem egy személyes kedvencem van a Határgyőző, tehát hogy inkább ő állt közelebb hozzám ebben a vonatkozásban. Ezt csak azért kérdezem, mert ő egy minden szempontból jobboldali ember, igen. De hogyha a verseit megnézzük, főleg a korai verseit, amit mondjuk abban a 70-es, 80-as években lévő kolozsvári ellenzéki körben nem csak ő írt így, ezek avantgárd, nagyon progresszív versek. Így van. Határgyőzés avantgárd, azért nem értettem. Igen. Ezt azért kérdezem, mert akkor már rögtön egy nehéz kérdés, hogy hova soroljuk be az ilyen jellegű életművet. Hova tudunk egy életművet besorolni? Azért, mert valaki történetesen volt az Orbán kormány államtitkára, attól még a verse jobboldalinak, van-e ilyen, hogy jobboldali verse egyáltalán? Számít-e ez egy szövegnél, hogy a szerző amúgy kire szavazott, és milyen politikai családhoz tartozott, amikor egy konkrét vers szövegét nézzük-e meg? Gondolom az avantgárd abban a kontextusban merül fel most, hogy ez a baloldalhoz kötődő irányzat, ugye egy katonai műszó is az avantgárd, és azzal a céllal jött létre. Az volt a küldetése, hogy az előző polgári kultúrát lerombolja szó szerint. Az avantgárdnak viszont rengeteg irányzata van. Ha Lengyelországot nézzük, Lengyelországban keresztény avantgárd, és Határgyőzőt nézzük, ő is egy konzervatív oldalból, konzervatív irányból jövő ember. Igen, képzőművészetben is van konzervatív avantgárd. Így van, tehát maga, és milyen érdekes, hogy már is elértünk egy olyan érdekes témához, mint maga az avantgárd, amit nem lehet megítélni egy irányból és egy szempontból. Tehát, hogy nagyon sok mindenkinek helye van ebben a vonatkozásban. Az avantgárd, mint minden más művészeti ág is, amennyire lehetett a különböző korokban, a különböző emberek megpróbálták a saját maguk világára, hiszen ez is a művészetnek az egyik lényege, megpróbálták a saját maguk világát kiteljesíteni benne. Tehát, hogy annak ellenére, hogy nagyon szépen fogalmaz, progresszív baloldali irányzat, kőkemény progresszív, olyan értelemben is progresszív, számomra ez nem szimpatikus, hogyha valaki ki akar írtani valamit ebben a vonatkozásban, amivel szembe megy. Ezek sem szimpatikusak számomra, amikor valaki szembe megy valamivel, tehát ez a fő küldetése. Erre nem mindig ezt gondoltam, tehát hogy most már látom egy kicsit árnyaltabban ezt a világot, tehát hogy magát az avantgárdot, az avantgárd világában ezt azért fontos elmondani. Ami a vers vonatkozásában kérdezett, hogy mitől, tehát hogy kire szavaz, meg egyebek, nincs jobboldali vers, nincs jobboldali művészet se ilyen értelemben, tehát hogy művészet van, kultúra van. Itt vannak aztán innentől kezdve egy nagyon bonyolult szövevényes világba érünk el, hogy akkor ki mit értékel művészetnek, illetve ki tartozhat bele ebbe a
világban, mert azért eléggé kemény szekértáborok vannak, egyik se jó ebben a vonatkozásban, de ez hozzá tartozott, úgy látszik, a 20. századhoz, kezdve a népi urbánus ellentéttől irodalmi vonatkozásban, és ezeknek a különböző árnyalata egyéb művészeti ágakban is megjelentek. Én nem vagyok ennek a szakértője, tehát én laikusként mondom most ezeket, amiket mondok, tehát hogy ne kérjenek számon tőlem semmilyen tárgyi és egyéb tévedést, tehát műkedvelő hozzáállásként, műkedvelőként tudok ez a kérdéshez hozzászólni. Az én megítélésem szerint, tehát ezt akartam így lekerekíteni, hogy nem hiszem, hogy néznünk kellene azt, hogy ki írta, ki a szerző, stb. De van egy másik dolog, hogy amíg felkerül a színpadra, tehát eljut hozzánk az ő üzenete, eljutnak hozzánk ezek a művészeti teljesítmények, addig milyen jellegű színpadokon jelennek meg, illetve kik nézik, kik próbálják a saját maguk irányába, ugye kiőrzi az őrzőket, ha nagyon tudnám egyszerűsíteni. Tehát, hogy hogyan jut el hozzánk nagyon sok minden, mert nagyon sok embernek nem jelent meg könyve, nem jelenhet meg verses könyve, nem jut el a terjesztőköz. Ha megjelenik valami nagy lényeges alkotása, valamilyen értékes dolog, akkor nem kerülhet be a könyvkereskedelembe. Most nem akarok erre kitérni, szinte nem egyszerű a könyvkereskedelembe bekerülni. Egyébként én magam, aki 13 éve könyvkiadással foglalkozom, és a könyvszakmának, a könyv nagykereskedelemben is dolgoztam marketing vezetőként is, tehát valamennyire átlátom ezt a világot, tehát nem olyan egyszerű érvényesülni, és akkor onnantól kezdve még folytathatnám azt a részt is, hogy oké, valakinek kiadták a könyvét, akkor az milyen kritikák születnek róla egyáltalán, vagy elhallgatják, vagy csak úgy eltűnik, tehát rengeteg olyan irány van, amivel egy szerző el tud süllyedni, el tud szőnyeg alá lehet söpörni, és van olyan is, amit majd évtizedek múltán ásnak ki elő. Én két személyes példát szeretnék mondani. Az emigrációs irodalmat próbálom most felfedezni. Rengeteg szerzőt olvastam, és nekem nagy meglepetés volt egy Szitnyai Zoltán, akiről én életemben nem hallottam. Nagyjából egy 40-50 könyvet írt. A két világháború közötti időszak egy nagy sztár szerzője volt, tehát hogy filmeket készítettek a könyveiből, 15 nyelvre lefordították, és egyebek, illetve egy Fűri Lajos, őt sem hallottam, az Arácsi Csodakút című könyvét olvastam, egészen érdekes, tehát ismerkedem én is ezzel a világgal, de ezek Nyugat-Európában jelentek meg, tehát Magyarországon ezek nem jelentek meg. Tehát azért mondom, hogy annyi mindenem múlik, hogy mi hogy jut el hozzánk, és mi épül be egy adott kor világképébe. Még csak mielőtt rátérnék a kérdésemre, árnyalnám kicsit az elnyomattatással kapcsolatos retorikáját. Tehát jelenleg az M5-ön kettő embernek van irodalmi műsora, Takaró Mihálynak és Bán Lászlónak. Jelenleg a Libriben... Bán Jánosnak. És a Libriben a kortárs kiadója, vagy most kiadója az MCC Libri monoliton keresztül, szintén az említett úri embernek van. Tehát az, hogy jobboldali emberek nem jutnak könyvkiadáshoz Magyarországon, az egy retorikailag jó fordulat, mely amúgy a valóság próbáját nem teljesen állja ki. De nem is ez a lényeg, ugyanis nekem az a véleményem, hogy a kölcsönös kit nem hagynak érvényesülni, ez az internet korában egy sokkal kevésbé kurens ilyen párbeszéd szerintem, mint abban az időszakban, amikor tényleg három könyvkiadó volt, amely a piacot tulajdonolta, de nem is erre szeretnék rátérni, hanem egy másik állít... És már két könyvterjesztő van, aki uralja a piacot. Igen, de például a magánkiadású könyveknek az aránya minden évben nemzetközileg nő. A magánkiadású könyveknek eleve már a megjelenésének a módja és az annak betöltött társadalmi szerepe is nagyban megnő. Az egész amerikai irodalmi szénába ez egy globálisan nagyon... ez működik, és megvannak rá a platformok, Magyarországon nem. Tehát magánkiadású könyvként, hogyha valaki be akar kopogtatni a említett Libri Bookline hálózathoz, hát úgy kivágják, mint azt a bizonyos macskát. Tehát igen, csak hogy ugye a Libri Bookline hálózat, a Libri az jelenleg tudjuk, kiknek a tulajdonában van. Nem régóta volt így, de ez nem jelenti azt, hogy akkor itt most hirtelen valami fajta változás történt bármilyen irányba, sőt. De még mielőtt, akkor még egy mondat erről, tehát nemrég kaptam meg Csák János miniszter úrtól az összes olyan kortárs verses kötetet, amelyet NK forrásból adtak ki. Ezeknek nagy része határon túli fiatal szerző, ami véleményem szerint helyes,
és nem igaz, hogy nem kerülnek kiadásra, kiadásra kerülnek. Terjesztés, de ez még nem elég. Nem elég, terjesztésre is kerülnek. Az, hogy kevesen olvasnak kortárs költészetet, az véleményem szerint egy inkább egy globális jelenség, és bár Csák János szeretem kritizálni, ezért önmagában nem fogom, de egy másik dologra hadd térjek rá. Tehát, az egyik cikkében azt írja, hogy felháborító, hogy a Kis Tibor Noé több nemzetközi könyvvásárra is delegálva lett, vagy ki lett küldve. Biztos, hogy használtam ezt a szót, hogy felháborító. Szerintem ennél erősebb szavakat használt, ha jól emlékszem. Kis Tibor Noé, ugye az előbb megbeszéltük, hogy a műalkotás az a művésznek a személyes megítélésén túl létezik, és a szöveg, ez egy régi konzervatív érték, a szövegnek önmagában van értéke. Sokszor azzal kritizálják a magyar kortárs irodalmat, hogy nem életszagú dolgokról írnak, és nem a valóságról írnak, hanem a ELTE irodalomtudományi tanszékében önreferenciákról írnak, és egy nagyon elit dologról írnak. Ezzel szemben Kis Tibor Noé, aki leginkább a alkoholizmus, pécsváradi élet, a magyar szegregátumokban, hogy nőnek föl emberek, ilyen témákban ír, kifejezetten olyan dolgokról ír, ami a magyar emberek jelentős részének az életében megjelenik. Ráadásul azért ezek már szubjektív kérdések, nem tudom, hogy olvasta ezeket a könyveket, mint kortárs irodalmi alkotás kiváló, amúgy, hogyha egyet tudok ajánlani a hallgatóknak, a Régi Indexen jelent meg a Milyen életünk lehetett volna című rövid tárcája, az is kiváló. Ezek esztétikai szempontból kiváló alkotások, vagy hát azért arról is érdemes beszélni, hogy nemrég, most irodalomtörténeti szempontból nemrég volt egy irodalmi Nobel-díjasunk, Kertész Imre, aki szintén esztétikai szempontból kiválókat alkotott. Tehát, hogy attól még, mert ön valamit gondol, vagy a személyes életvezetéséről ezeknek a szerzőknek, vagy arról, hogy nem tudom milyen származások, maguk az alkotások azért szerintem nem is hasonlítanám össze a kettőt, mert azért esztétikailag eltérő minőségű, de mind a kettő jó minőségű. Hát nézd, ez az ön véleménye, én ezt teljes mértékben tiszteletbe tartom, tehát én soha nem irányítottam csapatokat, soha nem képviseltem olyan véleményt, ami arra vonatkozott volna, hogy ezeket az embereket... De olvasta Kis Tibor Noé könyveit? Nem olvastam Kis Tibor könyveit, és kortárs irodalmat se nagyon olvasok, tehát amennyire lehet menekülök ebből a világból. Tehát egyfajta kortárs irodalmi műveletlenséggel rendelkezem. Valamikor az egyetemista éveim alatt nekiálltam ennek a világnak, egyébként Kertész Imrének is, nagyjából 7-8 könyvét olvastam el, a Kudarc című könyve volt az, aminek kudarcos véget ért az ismerkedésünk. Ez megint sok mindenem múlik, hogy kinek mi tetszik. Tehát hogy én ott akkor úgy éreztem, hogy ez nem az én érdeklődési körömet testesíti meg, és tekintettel arra, hogy eléggé gazdag a magyar irodalom, ha 1000 évig élünk, akkor se tudjuk elolvasni a legjobb könyveket sem, tehát hogy én egyfajta más irányba tekintettem. Én, tehát az egyetemista éveim alatt volt is egy időszak, egy jó 1-2 évig, amikor a kortárs folyóirattól kezdve mindent megvettem és mindent elolvastam, és nem éreztem azt, hogy hozzám szól ez a világ, a mai kortárs irodalom. És akkor elkezdtem olyan könyveket olvasni, amelyekről azt gondoltam, hogy hozzám szólnak. Ez ízlések és pofonok ebben a vonatkozásban, tehát hogy én ebben semmilyen problémát nem látok, hogy kettőnknek teljesen más dolog tetszik. Ez a kettő műfaj. Teljesen meg is fér egymás mellett, tehát én... Teljesen igaz. Én csak támogatni tudom azt, hogy virágozzék minden virág. Csak ebben a vonatkozásban, ugye, amire utaltam, hogy nem tudnak bekerülni a könyvterjesztésbe. Nem, önmagában a maga a konzervatív oldalnak nevezett világ ezeknek a menedzselését, mint probléma, mit van a kutya elásva, tehát hogy önmagában én nem azt gondolom, hogy a baliberális világ az elnyomta volna a jobboldali konzervatív értékrendű embereket, hanem a jobboldali konzervatív értékrendű világ semmit nem tett a jobboldali konzervatív embereknek a népszerűsítésére. Egyébként egy példát szeretnék mondani, hogyha nem tudom, ez jól szemlélteti-e az én problémámat. Ha megnézem a Magyar Narancsot, ami
aminek én minden héten vásárlója vagyok. Egyébként, hogy az összes többinek is, a HVG-től a Magyar Hangnak előfizetője vagyok, tehát, hogy minden irányból próbálok tájékozódni, és akkor mellé rakom a Demokratát. És akkor lehet látni, hogy mennyire fontos ezeket a szavakat sem szeretem ma már használni, a balliberális világ vonatkozása, mert más gondolok már ezekről a szavakról, tehát hogy a balliberális világ milyen kiemelten, tehát annyi írót, költőt, meg egyebeket vonultat fel piedesztára, helyez címlapra, és ezek kellettek volna most az én szerepem ebből a szempontból már lényegtelen, mert semmilyen jobboldali fideszes média hatóköröm nincsen, amiben ezt erre fel tudom hívni a figyelmet. De én megpróbáltam erre felhívni a figyelmet, amíg bent voltam abban a világban. Tehát, hogy a Demokrata az a levitézlett, huszadrangú, ócska politikusok arcképével van folyamatosan ezt helyezi, még ha van is benne kulturális tartalom, még egyszer mondom, a balliberális világ média felületei kivétel nélkül a tárcákon keresztül, meg egyebeken keresztül próbálja felkarolni ezt a világot, és ez egy nagyon jó, helyes dolog, irigylésre méltó, kár, hogy egyéb vonalon ezzel nem foglalkozik senki, tehát ezeknek a menedzselésével. Engedjen meg egy normatív állítást. Véleményem szerint, amikor azt írja, hogy hiba volt Kis Tibor Noénak a könyveit kiküldeni nemzetközi könyvfesztiválokra úgy, hogy ezeket nem olvasta, ez véleményem szerint nem a megalapozott véleményalkotás, ha ennyit megenged. Amúgy szubjektíven természetesen nem szeretnék Kalasnyikovval a Harántékán valakit kényszeríteni Kertész Imre Kudarc című könyvének az elolvasására. Ezért van többféle könyv, és ülünk most is egy könyvtárban, mert ebbe választhatnak az emberek. Ugyanakkor, hogyha egy bizonyos dologgal foglalkozó közeg egy jelentős része valamire azt mondja, hogy színvonalas, akkor az vagy egy divat, vagy színvonalas, és ahogy az idézetet ismerjük, az idő igaz, és eldönti, mi nem az, és majd a kánonból kiderül. De még egy dologra rátérnék, amit ebben a cikkben... Bocsánat, csak egy másodperc, most már így rémlik valami erről a Kis Tibor Noé történetről. Ugye abban arról a szerzőről van szó, aki nem igazán van tisztában a nemi identitásával, és igazából lehet, hogy akkoriban abból az irányból közelítettem meg ezt a kérdést, hogy mennyire el van nyomva ez a fajta közösség, akik Noémi vagy Noénak, vagy nem tudom minek gondolják magukat. Most pontosan nem emlékszem a részleteire, szerintem valamilyen irányból közelíthettem meg ezt a kérdést, hogy amúgy meg a könyvei ott vannak, nem tudom, hogy hol, valami nemzetközi kiállítás. Nem emlékszem már ezekre a cikkekre. Azt hiszem, hogy a berlini vagy a frankfurti könyvvásár volt, amit említett. Teljesen mindegy. Egyébként a Kis Tibor Noéról jobb lett volna, ha úgy hallunk, mint nemhogy milyen nem identitási problémákkal küzd, mert ezek egy kicsit olyan helyzetben, olyan kontextusban tehetik valakinek a munkásságát, mintha ezen keresztül akarna ő kiemelkedni valamilyen formába. Nem tudom, nem akarok, még egyszer mondom, rajta se, felette se semmilyen ítéletet mondani, tehát hogy az is lehet, hogy olyan kontextusban tettem akkor, most ezeket elő kellene vennem, hogy akkor csak azt a világot vitték ki ahhoz a világhoz kötődést. Lehet, hogy ebben a felsorolásban volt, miután, ha nem teszek neveket, akkor meg az a gond, hogy nincs. Igen, ebben a kontextusban, tehát nem dimenzionálnám én ezt ennyire túl ebben a vonatkozásban. Én csak annyit állítok, és lehet, hogy ebben a beszélgetésben én leszek a konzervatív, hogy attól függetlenül, hogy egy szerző női vagy férfi ruhát hord, a könyvéről akkor írunk bármilyen kritikai megjegyzést, ha azt elolvassuk. Ez az én nem írtam kritikai megjegyzést a könyvéről. Lépjünk tovább. Igen. Azt írja, hogy felháborító, hogy a harmadik Richardnak a rendezésében Orbán Viktort is bele lehet érteni a harmadik Richard rendezésében. Biztos nem írtam, hogy felháborító. Valószínűleg ezt a szót, ezt én gyakrabban használom, mint ön. Kritizálta azt, hogy a harmadik Richard Arföldi Róbert általi rendezésében Orbán Viktort bele lehet érteni. Ezen én nagyon sokat gondolkodtam. Én azt gondoltam, nekem az a egyáltalán nem kreatív gondolatom erről, hogy a harmadik Richard mint darab akkor működik, hogyha mindenkorban minden hatalmat gyakorló embert bele tudunk érteni, ezért egy elég régóta játszott darab, és szerintem a harmadik Richard meg így az talán az lehet, amit
egyetértünk, hogy van helye a kánonban. Én abszolút, és abban is egyetértek, hogy minden egyes darabnak, még ha korábbi évszázadokban is született, mindig rezonálnia kell egy adott korra. De ezek a felvetések is olyan irányból lehettek megközelítve ebbe a cikksorozatba, hogy Alföldi Róbert személyén keresztül vezettem le ezek. Még egyszer mondom, tehát dramaturgiai fordulatokra szükség van egy írásban, nem tehetek egy publicisztikát tele adatokkal, mert akkor azt a kutya se fogja elolvasni. Tehát, hogy tehát ezeket a dramaturgiai elemeket nem... Tehát, hogy ki lehet őket emelni, csak ez is kicsit egyoldalúvá teszi akkor ezeknek az értékelését. Értem, itt csak azt akarom jelezni, hogy engem is szokott idegesíteni színházban, amikor nagyon didaktikus módon politizál egy darab. Az, hogy kinek mi a didaktikus és mi a jó áthallás, az egy szintén szubjektív dolog. De önmagában azon, hogy politizál és a fennálló rendszerrel szemben kritikát fogalmaz meg egy című előadás, erre csak egy példát hadd idézzek, hogy 1982. februárjában, tehát a Jaruzelszki pucs után egy évvel Kaposváron megrendezték a harmadik Richárdot, és erről ezt írja az akkori tudósítás, hogy a Richmond hercege, amint 7. Henrikként egy zöld katonai egyenruhában átvette a hatalmat, mindenki tudta, hogy a Jaruzelszkiről van szó, és egy állva taps lett a egy nagyon antikommunista jelentősége lett így ennek a darabnak, de lehet említeni azt, amikor a Kerekasztal lovaglai nevű darabon bontakozott ki a drezdai stázi meg német rendszer ellenes felbozdulás. Tehát miért probléma önmagában az, hogy... Nem probléma. Előre megyek, és meg is válaszolom ezt a kérdést, hogy én ezzel teljesen egyetértek. Tehát, hogy ezzel, tudja, mi zavar engem a színházi világban? Az, hogy olyan obszcén szavak, olyan obszcén mondatok hangzanak el nagyon sok esetben, ami egyszerűen elképesztő. Tehát, hogy maga a színházi világunk, aminek a nyelvezete, rengeteg nemzeti felemelkedésünknek a szimbiózisában ott volt, ott nagyon fontos szerepet töltött be. Tehát, hogyha ma elmegy valaki egy színházi színházba, akkor olyan dolgokkal találkozik, én egyre kevesebb színházba megyek el, egyre kevésbé megyek el, mert egyszerűen ezeknek a jeleneteknek, most nem is jut eszembe, hogy melyik katonában voltam egy-két éve, és egy nagyon aktualizált, nem is átpolitizált, hanem aktualizált. Tehát, hogy én azértból nem nagyon értettem semmit, tehát szerintem egy régi 2000 éves darab volt, és annyira aktualizálva volt, hogy követhetetlenné vált. De ez egy más dolog, hát biztos, hogy én voltam ilyen korlátolt, maradi, begyepesedett agyú, stb. De önmagában azért nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, és van egy barátom, aki Bécsbe él, szerintem még a nevét is elmondhatom, Reha Györgynek hívják, aki rengeteg, tehát hogy ő, ha idejön Magyarországra, akkor minden színházat végignéz. És ugyanezt igazolta vissza ő még alaposabban, mert azt, hogy én néha bepillantást nyerek ebbe a világba, hogy a nyelvezet, a stílus, tehát hogy én nem hiszem, hogy a mai világban, most nem is szeretnék ilyen szavakat mondani, amiket akár egy alföldi, vagy akármilyen más darabba megjelenik. Tehát, hogy nem tudom, hogy le kell-e menni a színházi világnak a legaljába, társadalmi, mert tudom, hogy ilyen a közbeszéd, és tudom, hogy nagyon el van mérgesedve minden, meg politika és egyéb világba tekintetében is szörnyű állapotok vannak közéleti vonatkozásban is, de valahogy színházban nekem az a ideám ebben a vonatkozásban egy kicsit fel kellene emeljen, ki kellene emeljen a mindennapi világból, a mindennapi nehézségekből, valamilyen szinten igazságokra kellene, hogy rámutasson. Ez nagyon sokszor működik is, de nagyon sokszor nem. Tehát, hogy önmagában azt, hogy egy darab át van politizálva, az engem egyáltalán nem zavar, és én szerintem több ilyen esetet is megírtam a cikk sorozatba. Én mindössze ezt abban a nézőpontból próbáltam megvilágítani, hogy nagyon sokszor ugye kimentek ezek a művészek külföldre, és akkor elmondták, hogy mennyire el vannak nyomva. Itt szithatták a miniszterelnököt, Orbánt, a Fidesz, mit tudom én, bárkit, akit akartak, és akkor még Tarlós István volt a főpolgármester, tehát hogy ilyen
fideszes támogatást is kaptak, ilyen értelemben, még ha ez nem is az, hiszen adófizetők pénzéről beszélünk. Tehát, hogy ilyen jellegű fénytörésből figyeltem én az akkori eseményeket. Természetesen szerintem helyes, hogyha esztétikailag jó színvonalon bárki szíthatja a miniszterelnököt egy darabban, amúgy a Bethlen rendszerben ez az akkori miniszterelnöke rendszeresen megesett, Gerő András erre vonatkozó könyvé, vagy könyvében van egy erre vonatkozó hosszú fejezet, hogy a Víg Színházban milyen Bethlen ellenes darabok mentek abban az időszakban. Az obszenitásról, erről nem akartam beszélni, de muszáj elmondanom, tehát a művészeti nyelv és a köznyelv közötti határ természetesen nagyon porózus, de minden művész kortárs volt a magyar, maga idejében. Tehát az, hogy a nyelvhez való viszonya ezeknek a művészeti ágaknak megváltozik, ez természetszerű. És én nem akartam a mi hazánkat említeni, de az, hogy egy országgyűlési képviselő egy avantgárd költőnek a versének másfél mondatából tart kettő darab sajtótájékoztatót úgy, hogy véleményem szerint magát a verset nem olvasta el, az azért nem segíti elő a normális kulturális párbeszédet. Itt arról beszélek, hogy Novák Erlő Delsimon László egyik versét vette elő háromszor, ami amúgy egy kiváló vers. Tudtam volna, akkor küldtem volna neki vagy 20-at, hogy legyen mélyebb merítése. Hát küldhetett volna neki 20-at, de attól még, tehát Janus Pannonius verseibe is van. Ez nagyon akkor obszénnak és erotikusnak számító elemek. Nagyon erőltetett párhuzam azért. Janus Szabó Lőrinc. Ja, de ne, tehát nem, a szentségtörés kategória, tehát hogy azért Elsimon László... A Decameron. Igen, de ezek csúcsművészekről van szó. Azért Elsimon Lászlót azért költészeti vonalon ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy mit hoz neki az utókor, tehát hogy ne hozzuk ezekkel a kiemelkedés rangos művészekkel. Elsimon László sem tartja magát a magyar Janus Pannoniusnak, csupán azt állítom, hogy az erotikus dolgok meg az obszenitás, az a költészetnek az egyik eszköze. Volt Janus Pannonius idejében is, és Elsimon László idejében nem is. Nem erről, tehát hogy ez egy másik tészta ebben a vonatkozásban. Azt, amit én ami engem zavart, és szerintem erre reagált ön is, vagy itt értünk ki az obszenitásra, hogy, még ki sem tudtam mondani ezt a szót, hogy olyan vulgáris szó özön jelenik meg a színpadokon, azért nem akarom ezeket kimondani, hogy tehát hogy az emberek egyrészt el se tudja képzelni, tehát számomra ez, de lehet, hogy még egyszer mondom, tehát hogy ha valakinek ez jó, vagy lehet, hogy egy népszavazást kellene tartani róla, hogy igen, akkor egyetérte azzal, hogy az ön gyereke elmegy színházba, akkor ilyen meg ilyen szavakat halljon. Most poénkodok természetesen, tehát nem értem, hogy nem akar erről népszavazást. Ezt az egészet. Tehát, hogy önmagában ez az én véleményem, hogy engem ez zavar ebben a vonatkozásban. Most az, hogy Novák Előd Elsimon Lászlót idézett meg, tehát hogy ez szerintem ez egy másik része, nem is biztos, hogy a mai kulturális világhoz tartozik ez a fajta szelete, amiről beszéltünk. Rendben, térjünk át egy másik témára, ami a szabad főművesség. Nek a helyzete. Itt először szeretném elmondani, hogy valamennyire személyes érintettségem van, hiszen az utóbbi időben teljesen abszurd. Megint Novák Előd. Novák Előd, Torockai László, meg a mi hazánk, de nem akartam ezt így részletesen elmondani, abból annyi személyes érintettség van, hogy édesanyámmal kapcsolatban elhangzott a vád, hogy egy Napraforgó nevű szabadkönyves páholyt vezet, ami számunkra azért volt nevetséges, mert nem tudtuk, hogy a szabadkönyves páholyokat ilyen óvodai jelekről nevezik el, illetve általában ezek titkos szervezetek. Szerintem ilyen vád nem hangzott el. Hát akkor más realitásban élünk. Viszont nekem meghallgattam több beszélgetését a szabadkönyvesekről. És engedje meg, utána ezeket idézeteknél tudom igazolni, hogy azt az állítást megfogalmazzam, hogy hogy van Magyarországon története annak, hogy a szabadkönyves összeesküvéssel leplezzék le azt, hogy emberek valójában a zsidó összeesküvésről beszélnek.
Még egyszer? Tehát, hogy a szabadkőműves egy ilyen pótléka annak, hogy valakik antiszemita összeesküvéseket mondjanak. Azért volt ennek már Magyarországon története. Ez szerintem egy kicsit erőltetett. Erőltetettnek érzi. Tehát magyarul ön szerint a kettőnek nincs egymáshoz köze. Hát a minden között lehet kapcsolatot találni, tehát igen. Hogy azt, hogy a szabadkőművesek vonatkozásában egy bizonyos korszakban több volt benne a zsidó, mint a keresztény, ugye ők maguk különböztették meg, ők maguk vezették, az egy tényszerű dolog és egy tényszerű állítás. Az, hogy ezek a szervezetek aktívan politizáltak, aktív, és ugye ez titkos volt a részükre, tehát ugye a belügyminisztérium engedélyez, amivel ők működhettek, ezt szigorúan tiltotta, azt, hogy politikai pártot alapítottak, ugye Jászi Oszkárék részvételével és vezetésével, és hogy konkrétan a olyan területekre tévedtek, amiben nem lehetett volna, az kész tény, tehát ezen nem nagyon tudunk, tehát ezek szerintem mindenki el tudja fogadni ezeket a részeket. Most, hogy ezen belül én speciál, most ha különböző történelmi eseményeket veszünk közben, nem tudom, hogy éppen hol, melyik vonatkozásban mennyi volt a zsidóknak az aránya, de a zsidókat sem határoznám meg egységesen, hiszen tudjuk, a Rafai Ernő meg is írta a szabadkőműves könyvébe, hogy számos zsidó nagyon komoly kritikával élt az akkori szabadkőművességen belül megjelenő progresszív irányokkal, irányzatokkal szemben. Tehát, hogy ők is megosztottak voltak ebben a kérdésben. De azt, hogy egyáltalán ők ki tudták fejteni azt a fajta véleményem szerint romboló tevékenységet, azért én nem őket hibáztatom, tehát hogy én elsősorban például a szintiszta magyar és keresztény Tisza Kálmánt teszem első számú felelőssé. Tehát, hogy Károlyi Mihály és más destruktív elemek soha nem jutottak volna el a céljaikhoz, amennyiben a Tisza Kálmán féle döntően az ő időszakához kötődő ultraliberális világ nem teszi számukra lehetővé. Tehát, hogy az akkori főnemesi réte cinkossága nélkül, akik egyáltalán nem zsidók voltak, hanem a történelmi magyar világhoz tartozó családok, tehát hogy elsősorban miattuk és az ő tevékenységük miatt következett be az a kataklizma. Tehát nem Kumbélát meg egyebeket kell, ha már zsidóknál tartunk, vagy Rákosi Mátyás, igaz Rákosi Mátyás később jött be a történelmi színpadára, tehát hogy én nem őket tartom a legnagyobb árulóknak a magyar történelemben, hanem azokat a színmagyar főnemesi családokat, akik nem tettek meg mindent ennek az országnak a megvédése érdekében, tehát ez egyfajta tünet volt, akkor ez megjelent más helyeken, más országokban is, tehát nem egy magyar jelenség volt. Igen. Itt nem szeretnék Tisza Kálmán védelmébe dolgokat mondani, erre szerintem vannak nálam sokkal hitelesebb emberek, de az egyik ilyen monológiában a szabadkönyvesekről, amiknek bevallom őszintén, hogy és ebből a szempontból is egy úgy tűnik konzervatív ember vagyok, hogy szerintem abból a szempontból nem a posztmodernitásban élünk, hogy tényanyagok általában így szükségesek az állítások megfogalmazására. Tehát az, hogy például Ferenc pápa szabadkönyves volt, ez a fejtegetésének a leíratát is részletesen elolvastam, bizonyítottnak nem látom ezt az állítását, de erről majd a magyar katolikus egyház megvédi önmagát, nem nekem a dolgom. De azt mondja, én azt nem mondtam, hogy szabadkőműves volt, hanem ha valaki szabadkőműves célokért dolgozik, szabadkőművesek dicsérik, szabadkőműves szervezeteket, erre a világtörténelemben volt még példa, hogy az olasz szabadkőműves főpáholy részéről dicsérő üzenetet küldtek, mikor őt megválasztották, és rendkívül sok egyéb pozitív visszajelzést kapott a szabadkőműves szervezetektől, a spanyoltól, szerintem több ilyet is idéztem nagyon akkoriban. Mindegy is ebből a szempontból, tehát hogy vannak az úgynevezett kötény nélküli szabadkőművesek. Igen, akik nem vállal. Igen, egyébként ilyen volt, nevezzünk meg Szabó Ervint, tehát hogy tehát a fővárosi könyvtárhálózatot a szabadkőművesek hozták létre, ugye ez volt a korabeli internet, a saját céljaikat ezen keresztül akarták elérni, ez kész ténykérdés,
bele is mehetünk részletesen, de ő nem volt szabadkülmes igazából, ezért hoztam a Szabó Ervint. Kötény nélküli volt. Kötény nélküli szabadkülmes volt, de ugyanígy tekintettek Ady Endrére is, aki szabadkülmes volt, de inkább úgy nem ment el ezekre az összejövetelekre, de kötény nélküli. Tehát, hogy milyen érdekes ebben kötény nélküli, ez eddig a Rudas fürdőben volt gyakori. Hát igen, de a szabadkülmesek vonatkozásában is volt egy ilyen, tehát ebben az összefüggésben említettem. Itt csak azért szeretném mondani, mert az egyik ilyen dolog, amit jelez, ami a szabadkülmesek egyik alapvető követelése volt a kezdetektől, az az egyenlő és titkos választójog. Ön szerint ez egy rossz dolog? Akkori vonatkozásban teljes mértékben. Tehát ugye egy adott kérdést akkor tudunk megítélni helyesen, hogyha figyelembe vesszük az akkori kor viszonyait. Tehát megnézzük, hogy Angliában milyen volt a választási rendszer. Megnézzük, hogy az akkori Romániában milyen volt. Az akkori, nem tudom, Franciaországban. Tehát, hogy mindenhol volt egyfajta korlátozása az akkori választási rendszernek. Most hányról beszél? Választó... Tessék? Hányról beszél? Hát az 1920 előtti időszakról. Tehát mondjuk századfordulóról. Igen. Tehát, hogyha belehelyezzük az akkori világba a magyar szavazási rendszer. Természetesen a magyar vonatkozásában is lehet kritikákkal élni, de ugyanígy lehet kritikákkal élni más az angol választási rendszer, ahol valaki akár három helyet is tudott szavazni, vagy ha vagyonos volt, akkor aztán még nagyobb befolyása volt, vagy a nőknek sem volt szavazójoguk. De ezzel szembe küzdöttek az egyenlő és titkos választójoga. Igen, de emögött ugye ott volt a másik cél, a mögöttes cél, amit látnunk kell ebben a vonatkozásban, hogy ők nem azért küzdöttek. Ez benne volt egy öncél ebben, tehát helyesebben fogalmaznék, hogy benne volt egy öncél ebben a vonatkozásban, tehát ugye szabad, és akkor rátérnék a másikra is, mert ezt is 18 000-szer hallottam, hogy akkor én azt mondtam, hogy a szabadkülmesek verték szét Magyarországot, meg ők akarták Trianont, meg egyebeket, a fenét akarták ők. Tehát, hogy ők az akkori Magyarországot akarták, hát hülyék lettek volna, hogy azért dolgozzanak, hogy szétessen, csak éppen az a módszer, amivel ők az idealisztikus álmaikat megpróbálták megvalósítani, hát úgy kicsit szétesett az ország, nem, tehát a beteg meghalt ebben a vonatkozásban, de nem akarták a szabadkülmesek Trianont természetesen, csak éppen a módszereik hozzásegítették az országot ehhez az úthoz. De még egyszer mondom, hogy ezért sem őket hibáztatom ebben a vonatkozásban, hanem azt a, megemlíthetném Tisza Istvánt is, tehát hogy a Tisza pártjába a legfontosabb, legbefolyásosabb emberek, ha csak Váradi Zsigmondra gondolok, aki kitűzte 1899-ben, megírta a társadalmi programot, ami a szabadkülmeseknek a fő stratégiája volt, fő programja, ezek mind ismertetve vannak ugye a Rafai Ernő könyveibe, ami arra vonatkozik, hogyan kell a szabadkülmeseknek elfoglalni az országot, ennek stratégiai céljai ki voltak ebben bontva. Tehát, hogy a Tisza István pártjába a Váradi Zsigmond az egy full alapember volt ebben a vonatkozásban, ő is nagyon küzdött a egyenlő titkos választójogért, meg egyebekért. Tehát, hogy ők arra készültek, hogy a sajtó már az ő kezükben volt, jelentős részben, sőt 1890-ben is. Nagyon érdekes, nemrég sikerült megvennem egy aukción a Kelet című szabadkülmes lapot, az akkori folyóirat, az egyik folyóiratot, az egyik Páholy folyóiratát, és 1890-es teljes évfolyam, ezeket könyvtárból nem lehet kikölcsönözni, ugye, mert ezek alavetően csak a bizalmi embereknek jutottak el, emberekhez jutottak el, és 1890-nél azért érdekes, ugye, mert Tisza Kálmán akkor ment, akkor köszönt le valamikor április, májusban, most pontosan nem emlékszem, és kíváncsi voltam, hogy a szabadkülmesek nagy hálával tartoztak neki, hogy bármilyen szinten megemlítik is az ő személyét. Nem említették meg, viszont találtam egy nagyon érdekes cikket, hogy a portugál szabadkülmesek reklamáltak a magyar nagypáholyhoz, szimbolikus nagypáholyhoz, hogy itt a szabadkülmesek nem eléggé támogatják a portugál köztársaság párti szabadkülmes eszméket, holott közismert globális szinten is, hogy a magyar szabadkülmesek kezében van a magyar sajtó legnagyobb része. És akkor a válasz van, egy viszont válasz 1890-es kelet évfolyamban, hogy valóban igaz, hogy a mi kezünkben van a legjelentékenyebb része, vagy a legnagyobb része a sajtónak. 1890-nél tartunk még egyszer, és a sajtó társadalomformálás meg egyéb szempontjából kiemelkedő jelentőségű, és akkor 1910-re pedig aztán még inkább befolyásosak voltak ebben a vonatkozásban. Tehát, hogy arra gondoltak a szabadkülmesek, és ezért kellett az általános titkos választójog, hogy majd ezen keresztül, a sajtón és a médián keresztül majd megszerzik azt,
azt a fajta támogatást, amivel ők ténylegesen hatalomba tudnak kerülni. Tehát ez volt a mögöttes cél ennek az egésznek. Ezek a szabadkörös pál, én egyébként nagyjából egy 12 000 oldalnyi jegyzőkönyv, levéltári jegyzőkönyv van nálam, Rafa Jernő kutatásainak egy része, vagy a legnagyobb rész az nálam is le van mentve. Nagyjából 12 ilyen könyvet, amelyek erre alapulnak, ilyet szerkesztettem, tehát úgy valamennyire ismerem ezt a világot. Igen. Itt azért azt elmondanám, hogy az általános és titkos választójogért, még hogyha a szabadkönyves célok közötti szerepelt, nem csak a szabadkönyvesek küzdöttek, mint ahogy a női választójogért sem csak a szabadkönyvesek küzdöttek. Volt például egy magyar választójogi mozgalom, amelynek voltak... És a választójogi liga is volt, amit a szabadkönyves páholyba alapítottak. Igen, de részben ettől még ez nem válasz arra, hogy helyese az általános titkos választójog és a női választójog, véleményem szerint mind a kettő helyes, és a dologban lényegtelen, hogy milyen szervezetek vettek részt ebből a szempontból. Még egyszer mondom, tehát, hogy akkor tudjuk ezt megítélni, ha figyelembe vesszük az akkori európai világot és rendszert. Tehát, hogy nagyon könnyű most megítélni elítélni is egy olyan... Hát Angliában nem volt női választójog. Tehát, hogy ott... És attól még rossz volt, hogy Magyarországon lett női választójog? Nem. Tehát, hogy azért az angolok azért kulturális és egyéb világban azért... Svájcban 1973-ban lett női választójog, ettől még jó, hogy Magyarországon sokkal hamarabb lett. Igen, de nem volt benne a köztudatban, tehát hogy nem zavarta ez, úgy látszik akkor annyira az embereket, mint hogy mi most azt gondoljuk ebben a vonatkozóban, vagy legalábbis nem tudjuk. De ha nem tudjuk, akkor... De hogy ne zavarta volna? Hát volt egy női magyar választójogi mozgalom, hát, Gárdos Marika, igen, Iska, meg Bédi Sémer Rózsa. És nem tudjuk, hogy hány nőt érdekelt ez akkoriban. Tehát, hogy nagy... Egyik legfontosabb belpolitikai téma volt. Többször szó volt a parlamentben róla. Voltak tömegtüntetések. Erre szokták mondani, hogy nem kellett a huszárrohammal oszlatni a hölgyeket az ilyen tüntetéseken. Nem akarom elkomolytalankodni egyébként. Ez egyébként fontos. Tehát, hogy ebben a vonatkozásban én nem mondom azt, hogy ez egy helyes volt, de az akkori kor viszonyainak megfelelt. Tehát most hol jövök én most oda, hogy akkor... bíráljam azt a világot, amiben ez maga volt a maga természetesség, és nem csak Magyarországon, hanem úgy általában is, mert utólag nagyon könnyű okosnak lenni, meg nagyon könnyű ítélkezni is. De akkor abban a világban, igen, volt, aki ezt akarta, és volt, aki azt. De mondom, hogy Nyugat-Európában is a helyzet az hasonló volt. De vannak úgynevezett univerzális igazságok, és persze a történelme nagyon nehezen érvényesülnek. De ezekre eltérő válaszokat adunk, és ezeknek az eltérő válaszoknak, hogy melyiket választjuk ki jobbnak és rosszabbnak, van jelentősége. Hát például volt egyházszakadás, aminek rész ilyen kérdéseken, és azért szerintem azzal az álláspontommal, hogy a női választójog az alapvetően egy pozitív dolog, szerintem a magyar emberek többsége is jelenleg egyetért. Nem fogom azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy én is egyetértek vele. Igen, nehezebben jutottunk el ide, mint azt eredetileg gondoltam, de amit akarok a szabadkönyvesekről kérdezni, hogy nem lehet, hogy a szabadkönyveseken való foglalatoskodás igazából arra válasz, hogy egy nagyon bonyolult világot hogy tudunk leegyszerűsíteni önmagunknak. Tehát van egy titkos társaság, ami minden mozgat, és ezért a világ komplexitása, ahol eltérő érdekek vannak, és eltérő személyes gondolatok, az valójában megszűnik, és mindent egy háttértársaság irányít. A legtöbb ilyen helyen, mint a Bilderberg csoport, meg a Davos, valójában nem történik semmi. Ez az igazán nagyon nagy tragédiája az összeesküvés elméleteknek, hogy a világ ennél sokkal széttartóbb és komplexebb, mint hogy összeesküvések legyenek. Hát most nem jut eszembe ez a film, a Obama házaspár menedzserét és nemrég megjelent, és én egyébként kevés filmet szoktam nézni, nagyon kevés időm van rá, és amennyire lehet, én olvasok inkább. De ezt megnéztem, Julia Roberts a főszereplője, és ott van egy professzionális menedzser, ugye összeomlik a világ, és elmennek egy ilyen elrejtett helyre valakik, és akkor ott monologizál valaki, aki benfentes ügyekben
nagyon jól értesült, és nagyjából szinte pontosan ugyan ezt vezette föl, mint ön, hogy semmilyen háttér meg egyéb ilyen jellegű szervezeteknek a hatása az nem érvényesül. Hát erre, ha nem kell nagyon visszaemlékezni, nem is kell visszamenni az első világháborúra, meg a másodikra sem. Egyébként csak zárójelben megjegyzem, hogy ebben a vonatkozásban egy hónap múlva meg fog jelenni egy könyv, amit most szerkeztek, a Titkos Elit az a címe, és egy angol titkos társaság történetét dolgozza fel. Küldök majd ajándékba, és majd utána megvitathatjuk ezt a kérdést, mert ott döbbenetes összefüggéses hátterek vannak arra vonatkozóan, hogy azért nem feltétlenül ez a fajta szempont érvényesül, mint amit ön itt felvetett. Én visszakanyarodva a legfrissebb esetre, hát a covidizmus vonatkozásában, tehát ez is egy, tehát hogyha visszanézzük, felfejtjük ennek a különböző elemeit, hogy 2010-től vagy 2009-től kezdve a globális világban hogyan készültek fel erre a járvány diktatúrára, mint ami lezajlott, ennek minden egyes eleme fent van mindmáig. A DETEN, a különböző helyeken, a Rockefeller alapítványnak a 2010-es forgatókönyve, 2005-6-7-8 mindegyik, a Ki a WHO diktatúrája című cikksorozat, mert mostanában cikksorozatokban írok. Ebben én részletesen bemutattam ennek a teljes hátterét linkelve, tehát ezek a dokumentumok mindmáig ott vannak, hogy 2015-től, 16-17-től kezdve minden évben hogyan készül fel a globális elit ennek a tervnek a végrehajtására. Miért volt a globális elit érdeke az, hogy kettő év alatt, ha megnézzük Kína meg Egyesült Államok ipari kiadását, meg mondjuk azt, hogy a nagy országokban milyen profitokat lehetett termelni, miért volt érdeke a globális elitnek, nem a gyógyszeriparnak, mindenkinek. Mert most még több pénzük van, tehát hogy a gazdagok még gazdagabbak lettek, a szegényebbek még szegényebbek, erre még a fősodratú médiában is vannak. Igen, ezt akartam mondani, hogy a valódi összeesküvés elmélet, aminek van jogosultsága, az ott van, hogy ez nem összeesküvés elmélet. Tehát, hogyha megengedi, egy pillanat. Tehát, hogy az infláció alatt, amikor egyre rosszabb minőségű élelmiszer van mondjuk Magyarországon, és ezek egyre drágábbak, a 6-7-8 nagy agrárcég az extra profitot termelt, több profitot termelt 2022-ben és 23 elején, mint korábban bármikor. Ezeket természetesen lehet kritizálni, sőt kell is kritizálni, és ezeket kritizálják a baloldalon is rendszeresen. De azt állítani, hogy még csak nem is csak azt állítani, mert még az is egy érdekes kérdés, hogy a vírus hogy keletkezett, de azt állítani, hogy a vírus keletkezése előtt már ez egy terv volt, nagyon nagy bizonyítási kényszert igényel. Megnéztem ezt a cikksorozatot, megnéztem, milyen hivatkozásai vannak. Ezek a hivatkozások önmagában ugyanazt a kört hivatkozzák, akik az összeesküvés elmélet iparból élnek. Ugye a világgazdasági fórumnak, pénzt keresnek ebből. Igen, nem. Tehát ezek a hivatkozások, ezek mind a világgazdasági fórumra, a Cladix-re, a John Hopkins kutatóközpontra, meg egyebekre, ezek mind az ENSZ égisze alatt, illetve a világgazdasági fórum. Önmagában az, hogy négy évente leírják, hogy föl kell készülni egy globális pandémiára, amikor elkezdődött a fapados repülés, akkor a Nemzetközi Légipari Szövetség elkezdett arról beszélni, hogy meg fogja gyorsítani a különböző vírusoknak az elterjedését, az, hogy ennyi ember utazik egyszerre. Ez önmagában nem bizonyítja azt, hogy a Nemzetközi Légipari Szövetség okozta a Covidot, ez azt bizonyítja egyszerűen, hogy tudták azt, hogyha sok ember sok felé mozog, akkor a korábban is a világban mindig létező vírusjárványok hamarabb fognak elterjedni. Ha már az első világháborúval foglalkozik, pontosan tudja, hogy azt követő spanyolnátha járvány több embert ölt meg, mint az első világháború. Azért ennek a kitörésével kapcsolatban is lenne két történetem, most nem akarok nagyon kimenni, vagy mellékvágányra menni. Tehát önmagában, amikor azt gyakorolja mindenki, ezeken a fórumokon, ezeken a globális fórumokon, ahol a magyar kormány ugyanúgy ott van, mint ahogy más kormányok, hogy globális cselekvési tervre van szükség, és hogy kell viselkedni ebben a vonatkozásban, csak a
globális nagyszerveknek az utasításait kell végrehajtani, és ez is történt ebben a vonatkozásban. Egyet szeretnék megjegyezni és kiemelni, ugye az egészségügyi világszervezet egészen 2020-ig azon az állásponton volt, hogy a járvány idején a lezárások nem működnek, tilos, értelmetlen, másik pedig, hogy a maszk nem működik. Egyik semmilyen vonatkozásban, tehát hogy értelmetlen. Egyébként ennek a teljes dokumentáció és háttere a Covid Roulette című könyvben benne van. Thierry Baudet, egy holland parlamenti képviselő, az AfD-nek az elnöke, írt erről egy nagyon jó könyvet. Megnéztem ezeket a PDF-ben letölthető dokumentumokat is, tehát hogy valóban így volt. Hirtelen megváltozik minden. A tudomány egyik percről a másikra a nagybetűs tudomány. És csak egy másodperc, tehát hogy nézzük meg, hogy ezeket a globális cégeket, amelyek ezeket az elképesztő lezárásokat, embertelen, szabadságkorlátozó intézkedéseket meghozták, azokat kik finanszírozzák. Itt látom én a problémát egyébként. Csak erre a WHO-ra, ez nagyon fontos, erre térjünk rá. Mert az a probléma ezekkel a vitákkal, hogy ugye akik az én pozíciómban vannak, általában azt szokták mondani, hogy minden állítás rossz. És ezért, hogyha utána bele tudnak kapaszkodni egy igaz állításba, azzal hiteltelenítik ezt az álláspontot. Tehát a WHO kritikájának 70-es évektől kezdve egy nagyon nagy irodalma van. Azt, hogy a WHO-ra milyen hatással van a gyógyszeripari lobby, ezt olyan emberek mondták a 70-es, 80-as években. Akkor még semmilyen nem volt. Vagy akkor nem finanszírozta őket. Tehát, hogy akkor csak hogy próbálta, de akkor nem finanszírozta. Akkor csak menjünk az Egyesült Államokba. Tehát az Egyesült Államokban második világháború után milyen hihetetlen hagyománya van annak, hogy a gyógyszeripari lobbinak hatása van a politikára, és sajnos, ezt az igen. Amerikai baloldal részletesen kritizálta. Meg lehet nézni, hogy a legutóbbi Bernie Sanders kampányban például a gyógyszer árazásról, hogy miért kerül Amerikába 100-szor annyiba az inzulin, mint mondjuk Európában, erre részletesen beszél. Tehát ebben van egy igazság. És a WHO, mint szervezet, rengeteg rossz dolgot csinált, és nagyon sok kritikát érdemel. Ráadásul össze-vissza beszélt hülyeségeket a járvány kapcsán. Ezek tények. Ebből nem következik az, hogy eltervezték ezt az egész dolgot. Igen, mondták azt, hogy a maszk hatástalan, mondta, nem emlékszem már, mi volt a hölgynek a neve, aki a magyar Cecília. Müller Cecília. Ő is mondta, hogy a maszk egy hülyeség, aztán megváltoztatta a véleményét. Az, hogy a Covid-ba a lezárások, és ez szerintem a legkevésbé népszerű álláspont, amit én fogok mondani, de elkötelezett vagyok, hogy így van, hogy a lezárások működtek-e vagy nem, ezt 30-40 év múlva fogjuk tudni, amikor annyi távolság lesz, és annyi idő eltelik, hogy ezeket az adatokat érdemben a tudományos közösség vitával, egyetnemértéssel fel fogja dolgozni. Ameddig ez nem történik meg, addig valóban nem tudunk erre válaszolni. Az valószínűleg igaz, hogy az iskolák lezárása felesleges volt, ez a úgynevezett tudományos konszenzus, az viszont szinte bizonyos, hogy valamilyen jellegű korlátozásra szükség volt, és a legszörnyűbb ezeknek az összeesküvés elméletei és embereknek, mint ő, az lesz a vége, hogy ki fog jönni egy középen lévő álláspont, ami azt jelenti, hogy a következő pandémiára már jobban fogunk reagálni. Mindjárt megadom még a lehetőséget, hogy erre reagáljon, csak egy dolgot mondjon meg. Hogy azt megértem, hogy az ember szkeptikus, de nem gondolja, hogy kialakult esetleg egy olyan külön médiában lévő iparág, ami ezeknek az összeesküvés elméleteknek a terjesztésével keresi a pénzét, hogy kialakultak emberek, akik ezeknek az összeesküvés elméleteknek a terjesztésével lettek médiasztárok, adtak el bestseller könyveket, élnek belőle jól. Tehát ugyanúgy, ahogy ezt a szkepticizmust, ami önben megvan a gyógyszeripar felé, hogyha kiterjeszteni azok felé, akik megírják a Covid-diktatúrás könyveket, szerintem ez az objektivitás segíteni ebben az esetben. Hát önmagában, ha a covidizmust nézzük, illetve azt a fajta diktatúrát, amivel mindent elnyomtak, ami más véleményeket jelenített meg, tudományos tudósokról beszélek, tehát akár a Judy Mikovicot említhetném, Robert W. Malone-tól kezdve a jó ég tudja, tehát rengeteg olyan tudós van, akár Luc Montaigne, aki ugye Nobel-díjas virológus,
pszichológus ebben a vonatkozásban. Tehát ezek tudós emberek. Vagy Suharit Bagdit is említhetném, aki a mindmáig az egyik legnagyobb virológus a Földön, ha így lehet nevezni. Tehát tudományos szakemberekről. Tehát megvan a tudományos fokozatuk, előmenetelők, Nobel-díjuk, meg egyebek. Tehát, hogy ezeknek az embereknek a véleményét egyik percről a másikra úgy seperték le, mintha ezek nem is lettek volna semmilyen formába. Ez szerintem egy kicsit aggályos mindenféle szempontból. Ezeket az embereket elég nehéz lenne bekategorizálni az összeesküvés elmélet világába. Engem egyébként be lehet, tehát hogy ebben, igen, ebben én még problémát sem látok ebben a vonatkozásban. Azt viszont megjegyezném, hogy én ezeket az embereket figyelem a munkásságukat, fel vagyok iratkozva a Substack csatornáikra, illetve ezen kívül is sok más egyéb információval is próbálom magam amennyire lehet felkészíteni a jelenlegi világba. Tehát, hogy önmagában a probléma valahol ott lehet, hogy itt semmilyen párhuzam, semmilyen fajta beszélgetés nem lehetett levezényelni ebben a vonatkozásban a Covid diktatúra alatt. Tehát csak egyfajta narratíva ment, mind jobboldali, mind baloldali médiában. Megjegyzem, hogy Romániában, ahol ugye én erdélyi vagyok, és viszonylag gyakran járok haza, úgy havonta egyszer. Tehát, hogy az ottani közmédiába ott pro-kontra lehetett akkoriban, 2020-ban, 21-ben, 22-ben, rengeteg ilyen dolgot láttam, ahol megvitatták az emberek pro és kontra. Erre Magyarországon nem került sor, és még Nyugat-Európában is volt nagyon sok példa, hogy ez a fajta, tehát miért ne lehet, amikor elveszik az ember alapvető szabadságjogait, amit én elképesztőnek tartok, megjegyzem, hogy nekem, tehát hogy én, amikor 2020-ban a MediaWorks összes megyei napilapjának főszerkesztésről lemondtam, én úgy képzeltem el, hogy lényegében nyugdíjba megyek, visszavonulok, és majd nem tudom, majd kertészkedem, vagy valami gazdálkodással foglalkozom, ez is volt a tervem. Ebben a vonatkozásban van is egy ilyen jellegű örökség bennem. És nekem ez alatt tűnt fel a szabadságnak a fontossága. Ez alatt tűnt fel nagyon sok olyan dolog, aminek nem tulajdonítottam jelentőséget akkor előtte való időszakon, milyen olyan magától értetődő volt minden. És olyan jellegű beavatkozás volt ez mind az én életemben, mind a családom, mind az egy más emberek életébe, amit én elfogadhatatlannak tartottam. Tehát, hogy önmagában... Csak hadd térjek egy dolgot, és utána lassan eljár az időnk, de ezt muszáj elmondanom. Tehát azért azt nagyon súlyosan problémásnak látom, hogy egy erdélyi magyar ember mondja el azt, hogy milyen jó volt Romániában az, hogy az oltás ellenes, illetve lezárás ellenes hangoknak milyen tágtere volt, annak abban a Romániában, ahol egyértelműen, és itt valahogy nem jön elő az összeesküvés elmélet, ahol egyértelműen a szolgálatok szervezték a pártot, az AUR nevű pártot, ami ezeket tolta, akik amúgy radikálisan magyar ellenesek. Ez is összeesküvés elmélet, ez nem összeesküvés elmélet, ez nem összeesküvés elmélet, az, hogy az AUR mögött ott állnak a román szolgálatok, ez egy bizonyított tény, az, hogy az AUR magyar ellenes, az egy bizonyított tény, és az, hogy a román ortodox egyház és a román szolgálatok milyen aktívan részt vettek abba, hogy ott ez az oltás ellenes és Covid ellenes narratíva. Csak én egy elvi ügy mellett, én a szabadság mellett, tehát az, hogy az AUR meg egyebek ez szokott lenni a probléma a szélsőjobb oldalra, hogy az AUR mellett helyezkedik el, a magyar ellenesek mellett foglal állást. Azért, mert a szabadságot én fontosnak tartom, azért nem állok le hallgatni, mert éppen más is ugyanezt mondja, tehát akivel én nem értek egyet ebben a vonatkozásban. Tehát, hogy nekem az AUR-hoz semmi közöm ebben. De akkor mindenki szervez mindent, tehát minden szervezett a világban, kivéve a román titkosszolgálat, az nem szervez, nem szervezte meg Romániába az oltás ellenes pártot, ami amúgy magyar ellenes, és nem szervezte meg Romániába azt, hogy ennek az oltás és lezárás ellenes politikának milyen nagy támogatottsága van, tehát amögött nem áll szervezés. Az az egyetlen dolog, ami spontán.
Nem, tehát hogy lehet, hogy van, így van, de ugyanígy feltettem a kérdést, tehát hogy itt akkor ilyen egy-egy szintre fogunk jutni, hogy ugyanezek a kérdések megfogalmazódhatnak abba az irányba, amiket én felvetettem, tehát hogy akkor ezek is szervezettek. Lehet, hogy az is szervezett ebben a vonatkozásban, én nem tudom, önmagában, amit én, tehát hogy engem ezek a folyamatok nem érdekelnek, mert én önmagamért vagyok felelős, és a saját magam világáért, világlátásáért vagyok felelős, tehát hogy számomra akkor ebben a vonatkozásban a szabadság ilyen jellegű korlátozása, mint amit levezényeltek, megjegyzem globális szinten, de hát engem ez zavart, még ha itt Magyarországon is volt. Igen. Ebben a tekintetben. Ez számomra elfogadhatatlan volt, és... Csak annyi, hogy én nem hiszek abba, hogy a CIA meg szervezte azt, hogy a világot megbetegítse. A CIA biztos nem szervezte. Jó, akkor ebben már egyetértünk. Abban egyetértek, hogyha kitör egy globális káosz, akkor az a szolgálat, ami szervezte a Fekete Március meg a magyar ellenes felkeléseket a 90-es évek elején, az részt fog venni, és újra magyar ellenes hangulatot fog kelteni, és újra részt fog venni abba, hogy a káoszt fokozza. Azt gondolom, hogy legalább ebben akkor egyetérthetünk, hogy van ilyen, hogy valami, megpróbáljam az egyetértés hangulatot helyezni. Nem tudom, könnyen elképzelhető, tehát hogy ne zárjunk ki semmilyen lehetőséget. Köszönöm szépen, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.